Köszöntöm az SZNSZ Fesztivál nézőit, a résztvevő színházakat, társulatokat, érdeklődőket és barátokat. Ez az online térben megrendezett első hazai fesztivál eredmény hirdetése, méghozzá a Falk Miksa utcai Frey Caféból. Én Légrádi Gergely vagyok, az SZNSZ vezetője, és rögvest engedjék meg, hogy bemutassam a zsűri tagjait, akik itt vannak ma este mellettünk. Elsőként Radnóti Zsuzsa, dramaturg. Jó estét kívánok! Ráckevei Anna, színművész. Jó estét kívánok! Újmészáros Károly, filmrendező. Jó estét! És végezetül, de nem utolsó sorban, Horváth Csaba, rendező, koreográfus. Jó estét kívánok! Mielőtt azonban belefognánk, kérem, engedjék meg, hogy néhány gondolattal meséljek az SZ-ház fesztivál létrejöveteléről, illetve mondjuk egy-két talán érdekes, izgalmas adatot arról, hogy milyen is volt ez a fesztivál, amely valójában ma este ér véget. Maga az ötlet 2021. januárjában született meg, méghozzá az E-színházat működtető alapítványa Magyar Színházakért kuratóriumától, amelynek tagjai Kovács Adél, Mácsai Pál, Oberfrank Pál és Horváth Csaba, illetve jó magam. És úgy döntöttünk, hogy szükségszerű és fontos, hogy belevágjunk ebbe a vállalkozásba. Méghozzá hármas célt tűztünk ki, három okunk volt rá, hogy meghirdessük az SZ-ház fesztivált. Az első, hogy olyan online vetítésre, streamre adaptált előadásokat mutassunk meg, amelyek új látásmódot, új megközelítést tudnak mutatni a nézők számára, és így értéket teremteni. Másodjára szerettük volna, hogyha szélesebb közönség elé jutnak azok a színdarabok, amelyek a pandémia miatt talán nem tudtak eljutni annyi nézőhöz. Végezetül arra gondoltunk, hogy fontos dolog támogatni a színházakat és a társulatokat, ezért az alapítvány úgy döntött, hogy a jegyek és a bérletek jegybevételének 50%-át visszafizeti, odaadja a színházaknak és a társulatoknak. Miután a kuratórium jóváhagyta az SZ-ház fesztivál peremfeltételeit 2021. májusának végén, meghirdettük a fesztivált, megmutattuk a világnak a nevezési feltételeket, amelyekre 2021. július 15-éig 21 színház és társulat 26 pályaművel nevezett, még pontosabban lebontva 19 prózai, ha úgy tetszik drámai, és 6 gyermekifjúsági előadással. Így telítődött meg ez a két kategória, amelyet aztán a nézők szeptember 17-e és 26-a között nézhettek meg. Időközben egész nyáron folytak az IT fejlesztések, azért, hogy megfelelő IT infrastruktúra álljon az SZ-ház fesztivál ideje alatt a rendelkezésre.
De nyáron történt az is, amikor egymásra találtunk együttműködő partnereinkkel. Így a Frey Caféval, az Artist Business-szel, a könyves magazinnal, és nem utolsó sorban a Rex filmmel. Velük együtt az ő támogatásukkal jöhetett létre az LCS Fesztivál, így ezúton is szeretnék köszönetet mondani Serfőző Krisztának, Frey Tamásnak, Balog Máténak, Valuska Lászlónak és Csapó Gábornak, és természetesen az ő kollégáiknak. A jegyértékesítés az augusztus 20-ai hétvége után indult el, és igen nagy örömünkre szolgál, hogy egész szép jelentkezés, nézői érdeklődés mutatkozott a fesztiválra. Engedjék meg, hogy ezen a ponton IT-s kollégáim segítségével néhány adatot mondjak el arról, hogy bár még tart a fesztivál, de milyen számokról számolhatok be. Az előadásokat eleddig 31 országból követték figyelemmel, rengeteg európai ország mellett például az Amerikai Egyesült Államokból, Egyiptomból, Kanadából, Dél-Afrikából, Izraelből, Ausztráliából, de még Új-Zélandról is volt nézőnk. Csupán bérletből közel 400 talált gazdára. Eleddig nagyságrendileg 18 millió 200 ezer megtekintési percnél járnak a nézők, amelyet egy kicsit alábbontunk, ez 303 ezer órának felel meg. Végezetül 5 ingyenes szakmai beszélgetést közvetítettünk, amelyre összesen több, mint 1000 néző regisztrált. Végezetül ezen a ponton szeretném megköszönni elszínházas kollégáimnak a lelkes és kitartó munkát, és szeretnék 3 kollégámat, ha lehet, akkor népszerint is kiemelni. Ők, akik végig kitartottak az elszínház koncepció mellett, és nagyon segítették munkájukkal, hogy ez létrejöjjön, Sárközi Szabina, Csiszár Dénes és Komáromi György. Mielőtt pedig rátérnénk az est fő témájára, az eredményhirdetésre, megkérném a zsűri tagjait, hogy mondjanak pár gondolatot arról, hogy szerintük mikor tud igazán izgalmas lenni egy online streames közvetítés. És ha lehet, akkor először megköszönöm, Anna, ha te mondod el a gondolataidat. Nekem azok a felvételek voltak izgalmasak, amikor megmaradhattam színházi nézőnek, mert éreztem a színházi teret és a színjátszóknak a színházi létezését, de megindult a kamera, és egészen közel tudtam menni az arcokhoz és a pillanatokhoz, és ez a plusz, amit adott nekem a három dimenzióból két dimenzióvá válás, de mégiscsak plusz dolgot kaptam tőle. És amikor ilyennel találkoztam, az nagyon, nagyon tetszett és nagyon izgalmas volt, és nagyon bátran használták ezt az eszközt sokan, nagyon kifinomultan és nagyon konstruktívan, és ez nagyon tetszett. Igazán köszönöm. Károly, te hogy gondolkodsz erről? Volt egy-két olyan előadás, ahol nagyon ügyes formai ötletekkel találkozhattunk. Ezek nyilván nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. De én ebből a szempontból egy kicsit konzervatívabb vagyok. Én azt gondolom, hogy számomra legalábbis a színház az a színész munkájának számomra az a legfontosabb, a színészek rezgése, hogy az érvényes legyen az ő színészi létezésük egy darabban. És bármilyen legyen a forma, ha ez a dolog átjön, akkor én azt tudom élvezni. Ha bármilyen formai megoldás esetleg ezt nem segíti, akkor hiába okos esetleg egy ilyen ötlet, vizuális ötlet vagy gag, akkor ez nekem kevésbé okoz elmélyül szórakozást, úgyhogy én így azokat az előadásokat szeretem ebből a szempontból, ahol tényleg a színészetet tudom érzékelni és érezni. Köszönöm. Zsuzsa, mit gondol, mikor volt izgalmas egy online térben közvetített előadás? Nekem egy közmondás jutott az eszembe, ami azt mondja, hogy amit megnyerünk a vámon, azt elvesztjük a réven, vagy fordítva, amit megnyerünk a réven, azt elvesztjük a vámon. És én úgy érzem, hogy nagyon sok előnye van ennek, hiszen olyan elmondhatatlanul finom színészi rezdüléseket látunk, amit igazából egy, mint néző, soha nem tudom olyan közelről élvezni, és másodszor pedig azért, mert hát rengetegen fogják látni. Ezek közül nagyon sok pici helyeken,
kis stúdió előadásokban voltak ezek a nagyszerű előadások, tehát nagyon aránylag egy kevés nézői réteghez jutott el, és ezek az előadások hát elképesztő, hát most hallottam, hogy hány országban lehetett látni ezeket az előadásokat, tehát ez egy elmondhatatlan kulturális eredménye és előnye lett a streamelős színházaknak. Úgyhogy a másik pedig persze, amit a Károly mondott, hogy az élő varást, amikor az néző és a színész együtt van egy légtérbe, hát az viszont pótolhatatlan természetesen, hiszen minden pillanatban, minden este más és más módon szólal meg ez az együttes hatás, de akkor is azért, amit az előbb mondtam, az nagyon fontos. Köszönöm. Csaba, számodra mikor működött jól egy online közvetítés? Hát valahol hasonlóképpen gondolom, ahogy a Károly, tehát akkor működött jól, amikor a színészi kifejező erőnek volt főszerepe a monitoron. Ennek ellenére, illetve ezzel együtt azt gondolom, hogy ugye itt a pandémia okozta kényszer, mégiscsak megszült egy új műfajt, ezt az online színházat, ami valószínűleg megfér az élő színház mellett, mert van helye, és remélhetőleg nem veszi el tőle a közönséget. Nagyon érdekes, egyelőre én azt gondolom, hogy nagyon érdekes jelenségeket lehet látni így, ha ezt nevezhetjük műfajnak, a műfajon belül. Az egyik az, amikor egy hagyományosan komponált, azaz az élő színházra komponált előadást rögzít egy profi tévés, illetve operatőr, adott esetben film rendezővel, stáb, és ezáltal tulajdonképpen duplán van komponálva, mert megkomponálja a színházrendező az előadást, és aztán utána a filmrendező, illetve az operatőrstáb pedig újra komponálják a már komponált előadást a képre. Tehát ez nagyon izgalmas eredményeket hoz, azt gondolom. A másik pedig, amelyből egyelőre keveset láttunk, de azt gondolom, hogy ennek lesz jövője. A másik, amikor eleve úgy készül el egy előadás, hogy nyilván nem film készül belőle, hanem színház készül belőle, de mégis már a rendező és a filmes stáb együtt találják ki, hogy ez a kompozíció milyen legyen, hogy nézzen ki, hogy működjön szervesen az adott mű dramaturgiájával, mennyire legyenek hangsúlyozva a színészi eszközök. Tehát valójában lehet olyan előadásokat is látni ma már az online térben, amelyek úgy készülnek, hogy kifejezetten felvételre. Tehát ez is egy nagyon izgalmas és egy újszerű forma, és gyakorlatilag a színházat gazdagítja, és bizonyos értelemben meg is újítja. Igen. És erre reflektálva izgalmas volt látni, hogy a mezőnyben számos előadás így készült, ahogy te mondtad, tehát kifejezetten erre a térre optimalizálták, ide vették föl, a közönség sem lehetett ott, tehát mind a két megközelítés egyébként jelen volt az LCS Fesztiválra nevezett darabok között. Akkor térjünk át az eredmény hirdetésre, de mielőtt ezt megtennénk, elmondjuk azt, hogy milyen díjakban gondolkodott a zsűri, milyen díjakat adott ki, és hogyan értékelt. Eredetileg 4 kategóriában gondolkodott a zsűri, aztán lett egy külön díjunk is. Tehát a kategóriák és a szempontok, illetve a pénzdíjak a következőképpen alakulnak. A zsűri, ha úgy tetszik, fődíja, amely a legjobb digitális adaptációnak járó díj. Ebben a kategóriában, erről majd szó lesz kicsit hosszabban későbben, az online térben legjobban működő, összességében legérvényesebb előadásnak ítélte oda a díjat. A zsűri, amellyel járó pénzdíj 250 000 forint. A legjobb női főszereplőnek járó díjat is kiosztotta a zsűri 150 000 forintos pénzdíjjal. Hasonlóképpen tette ezt a zsűri a legjobb férfi főszereplővel, szintén 150 000 forinttal jutalmazzuk a győztest. Végezetül, illetve majdnem végezetül a legjobb látványtervezés is megkapta magáét, pontosabban egy díjat, hasonló díjösszeggel, és lesz egy külön díjunk is, 150 000 forintos pénzdíjjal, amelyről többet később majd Károly fog mondani. Azonban nem csak mi gondolkodtunk az előadásokról, nem csak mi értékeltük az előadásokat, hanem a közönség is megtette ezt, méghozzá szavazással. Ma délután 5 órakor zárult le a szavazás, és hála Istennek itt a számítógép összesítette a szavazatokat, tehát a közönség döntötte el,
hogy mindkét kategóriában, tehát a prózai kategóriában és a gyerek ifjúsági kategóriában melyik előadást nyerte az SZIASZ Fesztivál közönségdíját. Ez a két díjkategória is 150-150 ezer forintos pénzdíjban részesül. Most pedig következik talán a legizgalmasabb része az estének. Minden egyes zsűritag be fog jelenteni egy-egy győztest, ezt követően egy bejátszást fognak látni az érintett produkcióból, és utána fogják hallani a zsűri értékelését minden egyes zsűritag tolmácsolásából. Úgyhogy elsőként megkérem Radnóti Zsuzsát, hogy jelentse be, hogy a legjobb digitális adaptáció díját melyik produkció nyerte. Hát a legjobb adaptáció díja, aminek én nagyon örülök, a Kutyaportéka című darab, amit a Trafóban mutattak be, és nyilván nem sokan látták. Most már remélem sokan fogják látni. Nagyon-nagyon hosszan csúsztunk. Csúsztunk ugye? A seggünkön. Ja, nem is zuhantunk. Mit talán nem akarna véget érni az soha a lecsúszás. Rettegtem, hogy rám fog esni aztán. Én ilyen nem gondolkoztam. Gondoltam. Na, el se tudtuk képzelni, hogy hol lukadunk ki a pokolfenekén. Vagy egy világűrbe. Ne beszélj már hülyeséget, hát ezzel nem csúsztunk. Na, azt akkor egyszer csak. Amikor már lepörgött előttünk az egész közös életünk. Meg az is, ami előtte volt. Még mi volt? Semmi. Na. És a kisfilm, a trailer után kérem Zsuzsát, Radnóti Zsuzsát, hogy mondja el a zsűri értékelő szavait erről a produkcióról. Én egy nagyon különös és fontos előadásnak látom ezt a Kutyaportrékát, és örülök, hogy már is megkapta ezt a fontos díjat. Különösen azért, mert egy nagyon izgalmas alkotói folyamatban született. Először is az alkotógárda, akik később megcsinálták az előadást, azok lementek egy kelet-magyarországi városba, és ott sok-sok kis interjút csináltak az ottani emberekkel, ahol hát a cigány és a magyar együttélés bizony elég konfliktusos helyzeteket tud előidézni. Utána összegyűjtötték ezt a hallatlanul sok és izgalmas anyagot, és ebből egy egészen különös módon egy csodálatos történetet produkáltak, egy önálló történetet, önálló dialógusokkal, tehát teljesen hirtelen egy színházi alkotássá vált ez a dokumentumanyag, amelyet ők összegyűjtöttek. És ez a történet, ez többszörösen is szépséges, mert először elindul egy olyan, mintha egy realista, kisrealista történet lenne, szóval azt mondom, különösen kihangsúlyozom, hogy kisrealista, mert hirtelen, fokozatosan átfordul az egész történet egy látomássá, ha akarom népmesévé, ha akarom egy álommá, de az egész történet olyan magától értetődően mozdul át az egyik szférából a másikba, hogy ez egy külön remek dolog az alkotók részéről. Nagyon fontos, hogy egy házaspárról szól, egy házaspárnak a passiójáról, ahogy megpróbálják a szerencsétlen beteg kis gyermeküket valamilyen módon meggyógyítani. És annak a kisvárosnak a notabilitásaihoz elmennek, a katolikus paphoz, a református paphoz, a gyógypedagógushoz, az orvoshoz, a cukrászhoz, és mindenki, ők természetesen nem cigányok, hanem magyarok, és mindenki a maga módján nagyon-nagyon készségesen, nagyon jó szándékúan, de bizony egy kívülálló fölényével mondják el, hogy valóban mennyit kéne ezen segíteni meg, de nem lehet segíteni. Tehát magyarul ez a cigány házaspár semmiféle segítséget nem kap ettől a várostól. Na most az egészet, hogy mitől lesz látomássá, az elindul azzal, hogy a kislányuk, aki egy beteg kislány, az egy csodálatos néma, de egy csodálatos tánccal lép be a színpadra, és tűnik föl, és tulajdonképpen egy-egy epizódot ez a tánc köt össze, vagy pedig a háttérbe zajlik, és ez egy olyan látomásos tánc,
ami szívszorító, mert a kislány ugye beszélni nem tud, hanem a minden érzelmét a testével fejezi ki, és ettől már önmagától az egész történet megemelkedik. És utána ez a történet, ahogy megemelkedik a kislány táncával, a történettel, és azzal a furcsa, gyönyörű hegedű szólóval, amely állandóan szól a történet hátterébe, hol erősebben, hol halványan, ez a történet egyszer csak átfordul egy egészen különös látomássá. Ez a látomás pedig az, hogy van egy cigány legenda, ami szerint ebben ennek a városnak az alján, vagy a legalján van egy kút, és ha a kútba bekerülnek az emberek, azok lent egy csodálatos, különös világot találnak, amelyben az 1944-ben elhurcolt, vagy elbújt zsidó származású emberek, magyar állampolgárok az összes vagyonukkal együtt ott próbáltak ebben a különös látomásos alaksori világban megmenekülni. És ide megy le ez az egész család, a lány, a kislány és a szülők, és ebből aztán készül vagy születik egy olyan látomás, ami nagyon szívfacsaró, hogy mennyire csak úgy lehet élni néha, hogy csak a látomásokba, a heroinba, hanem egy olyan drogba menekül a férfi, hogy mikor nem tud uralkodni magán, mert nem tudja a családját segíteni, és akkor menekül egy ilyen látomásba, és mindenki a maga módján egy látomásba menekül a kislánnyal együtt. És ez egy gyönyörű történet. Szóval olyan szívszorító, hogy az a sorsszerűség is van benne, hogy az embernek a megszületése mennyire eldönti a sorsát. Úgyhogy ez nekem különösen a szívemhez nőtt ez a történet, és ez az előadás. Köszönjük szépen Zsuzsa értékelését, és ezen a ponton megkérem Csabát, hogy jelentse be, hogy ki nyerte a legjobb női színművésznő díját. A legjobb női főszereplő díját a Vígszínház Színház a Rendes Lányok Csendben Sírnak című előadásában nyújtott alakításáért Kis Mari színésznő nyerte. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we were. Ugye ez állandóan visszatérő mondat az volt, hogy 20 évvel ezelőtti nők nyomora, ki a fenét érdekel majd. És akkor ezzel szemben meg most itt állunk, itt fogják bemutatni a Víg Színházba, itt ez a nő, itt ez a túlélő, itt ez a zene. Tényleg liba bőr futkosott a hátamon egészen a darab végéig. Az én karakteremben, ami borzasztóan szomorú, tehát hogy determinálja az utódokat is egy nehéz sors, hogy egy nő egyedül marad, hogy fia van, hogy nincs előtte egy férfi minta. Mindig mondogattam, ha lesz időm, beragaszgatom ezeket a képeket egy albumba, de soha nem volt rá időm. A fiamnak olyan anyja volt, aki egy szaros albumot se állított össze a fotóiból. Csaba, kérlek, hogy te is tolmácsold, mondd el értékelő gondolataidat. Írtam néhány gondolatot, és akkor ezt felolvasnám. Kis Mari játszik. Ül az asztalnál, beszédes kezeit összekulcsolva mereng emlékei közt. Fia tragikus történetét meséli. Egyszerre keményen és törékenyen. Nem idősebb és nem fiatalabb, önmaga korát játsza. Jelen idejűvé teszi a szörnyű múltat. Nem emlékezik, hanem felidéz. Egy pillanatnyi illusztrációt sem enged meg magának. Egy pontra szegezett tekintetével mozdulatlan teste úgy sűríti a levegőt, hogy festőivé válik a megtört alak. Rumot iszik. Előbb bögréből, később már csak üvegből. Fehér bundájában indián asszony.
ahogy a Kellékszesz megkarcolja a torkát, hangja kisiklik, majd visszatér a színésznő biztos kezű irányítása alá. Akusztikai élmény a csodás bariton. Lefekszik, elalszik, fölriad, felül, föláll. Nem csapkod, nem dobálja magát, de az emlékek okozta tehetetlen dühében olyan erővel nyomja az előtte álló asztalt, hogy az majd széjjel törik csontos keze alatt. Hazai színpadokon ritkán látott minimalista színészi megoldás. Hosszú karjai meghatározzák az adott érzelmi állapotból következő testtartást. A fegyelmezett, rezzeléstelen tekintet mögött fájdalom és gyengédség lapul. Arcának kifejező ereje a japán nószínésznők vagy a japán butó táncosnők extatikus ábrázolás módjára emlékeztet. Ha a Rendes lányok csendben sírnak című előadás egy monodráma lenne, a színésznő erős gesztusaival, festői mozdulatlanságba burkolozó gondolataival is kitöltené a rászabott néma időt, amit a másik két egyébként remek partner használ. Ritka élmény látni, ahogy a színésznő tetőtől talpig játssza a szerepét. Mozdulatlanságában érzelmi dinamika, némasága beszédes. Kismari színészetében nem egy hozott iskola stílusjegyeit látjuk rutinszerűen visszaköszönni, hanem a személyisége által vezérelt kifejező erőt. Ettől marad mindig hiteles és korszerű. Köszönjük szépen. Anna, kérlek szépen, hogy jelentsd be, hogy ki nyerte a legjobb férfi főszereplő díját. Pál András nyerte, a Radnóti Színház Molière című darabjának főszereplője. Kérlek, oszd meg a nézőkkel az értékelésedet. Leírtam én is, hogy pontos legyek. De el kell mondanom a méltatás elején, hogy a darabbal, az előadással kapcsolatban sok kritikát fogalmazott meg a zsűri minden egyes tagja. És ezért is kiemelkedő Pál András teljesítménye, mert neki sikerült nagy energiákat mozgósítva következetesen, hitelesen végigmenni, és minket, nézőket is végigvezetni azon a szakmai szempontból nagyon sok buktatóval teli úton, amit ez a négy különálló darabból egy előadássá összegyúrt produkció kínált a főszereplőnek. Sok erős alakítást láttunk, többek között felmerült Gáspár Sándor, Szabó Zola, Kocsis Gergely neve is, mint lehetséges díjazott. Ami miatt mégis András mellett döntöttünk, az a szerepben rejlő amplitudók, telített, önmagát nem kímélő, erős karakterjegyeket felmutató érintése volt. Néha kicsit túl is csordult ez a telítettség, ennek is hangot adott az értékelő beszélgetésen a zsűri, de összességében egy nagyon nehéz feladat, következetes, hiteles, eszközökben gazdag megoldását láttuk, és ezért szavaztunk rá. Köszönöm szépen Annának az értékelést, és az én feladatom, hogy bejelentsem, hogy a legjobb látványdíját, a legjobb látványtervezés díját az Orlandó nyerte.
1585. Orlandó elkésett. Követve Csaba és Anna példáját, én is felolvasom az értékelést. Az Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete és a Free SFE Egyesület közös produkcióként jött létre az Orlandó című felvétel. Az előadás rendezője Fodor Orsolya, negyedéves bábrendező hallgató, akinek ez a vizsgafilmje. Az előadás, pontosabban a fesztiválra nevezett alkotás a Reáltonoda utcai kincsenpalota termeiben, terében játszódik, a bejárati kaputól kezdve a pincén át, egészen fel az emeleti szint napsütötte tereig. Ezekben a helyiségekben nem csupán pontosan megkomponált, de a cselekményvezetés, a dramaturgia szempontjából is jól működő látvánnyal és mozgással dolgoznak úgy az előadás színészei, mint azok, akik megálmodták és mozgóképre vitték azt, amit mi nézőt látunk. A látványt, a mozgást elemeire bontva kiemelendő, hogy a felvétel, amelyben több mint egy tucat térbe kísérhetjük el Orlandót, egy, azaz egyetlen egy darab snitből áll. Ezzel a bátor vállalkozással az alkotók elérték és megmutatták, hogy egy ilyen kompozíció miképpen tudja a nézőt az éppen színen lévő térbe a szereplők közé helyezni. A néző, ha kellő koncentrációval az előadással tart, olyan izgalmas ritmusú történet részesévé válhat, amelynek központi szerepe az idő. Tehát az egy kamerakép folyamatos, vágás nélküli mozgása, mozgatása nem öncélú. Ellenkezőképp ugyanúgy szolgálja az elérni kívánt célt, mint a tér, a fény, a jelmezés, a díszlet használat, amely nem csupán a szokásos jelentéstartalommal bír, azaz mesél a korról, hangulatot biztosít, vagy éppen ellenpontoz, hanem az idő múlását is megtestesíti. A jelen időt, a vágyott időt, a fájdalmas időt, az egy-egy pillanatra felvillanó boldog időt. Épp azt a célt, amelyről az előadás alkotói így vallanak. Az Orlandó élmény egy én élmény, egy külső és egy belső utazás. A produkcióban érvényesen működnek a színes kifejező, sőt, néha szándékosan harsány jelmezek és a kosztümök, a máladozó falak és a réges-régen elhagyatott terek között. A fények, a szobák bevilágításai, az átjárások fényváltásai az egyik térből a másikba nem hivalkodóan, mégis bátran szolgálják azt az Orlandó élményt, amelyel az alkotók az előadás végén útjára engedik a nézőt. Mindezek miatt döntött úgy a szakmai zsűri, hogy az LCS Fesztivál legjobb látványtervezés díját az Orlandó című produkciónak ítéli oda, amelynek filmes adaptációját Hirsch Máté és Bódi Zsófia készítette, a fényekért Major Mátyás felelt. A jelmeztervező Csiszér Csilla Viola, míg a díszletek Vermes Nóra munkái. És mielőtt Károly bejelenti, hogy melyik előadás és miért nyerte a zsűri különdíját, megkért Radnóti Zsuzsa, hogy mondjam el, hogy a Kutyaportéka író és koncepció kidolgozója Gábor Sára, míg rendező Barcsai Bálint. Károly, kiosztottunk egy külön díjat. Miért? Miért? Kinek? És kinek? Nem, hogy kinek? Először kinek. Igen. A Haragos sziget című előadásnak adtunk külön díjat. Your girlfriend mad type might seduce your dead type. I'm the bad guy, though. Ez egy volt metró alagút. Iszonyat durva hangtechnikával. Padlóból jön a basszus. És olyan fény meg videó cuccossal, hogy állat. Mondjuk nem egy rockerhely, hanem főleg elektronikus, techno meg drum and bass, de nagyon odaver. Reggel 6-ig táncoltunk. Akkor rúgtam be másodszor életembe. De most jó volt, mert mintha kipörgött volna belőlem minden. Másnap meg, még mielőtt visszajöttünk, varrattam a vállamra egy kis halacska tetoválást, mert a halak jegyében születtem márciusban.
és már rég szerettem volna, csak persze anyukám hallani se volt hajlandó róla. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, my sad is the dead type, I'm the bad guy. Károly, kérlek szépen mondd el, hogy miért döntött a zsűri egy külön díj kiosztása mellett, és azt miért a haragos széget kapta? Ha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy mivel 5 zsűri tag van, és eredetileg 4 díj volt, csak akkor én most így nem tudnék beszélni, de ez nem az igazság, ez csak így viccelődés. Igazából, de annyi köze van nyilván az igazsághoz, hogy egy ilyen fesztiválnak az a szomorú tulajdonsága, hogy bizonyos számú díjat tud kiosztani. És ahogy az Anna is az értékelőjében megemlített jó pár nevet, több kimagasló teljesítmény van, amit a zsűri megnéz, értékel, mint ahánynak tud díjat adni. És volt egy előadás, ami nagyon sokszor felmerült így a beszélgetéseink alkalmával, és ez a Haragos sziget volt, és úgy döntöttünk, hogy adunk neki egy díjat, és amikor ezt megpróbáltuk ráfogni egy-egy alkotó csapatra, mondjuk a színészekre, mert nagyon szép, egyenletes és kimagasló színészi teljesítményt látunk például ebbe a darabba, akkor mindig valaki megszólalt, álljunk meg, de hát a dramaturgiailag ez egy nagyon szépen összerakott dolog. Akkor, hogyha a színészeknek adjuk ezt a külön díjat, vagy ajánljuk, az ő munkájuknak ajánljuk, akkor ebből kimarad maga az író és a dramaturg, aki egy nagyon, nagyon szépen szerkesztett előadást raktak össze, vagy így a rendező is, pont az elszínházi adaptáció minősége nem kap akkor hangot, vagy pedig a társadalmilag nagyon aktuális témaválasztás nem kerül méltatásra. És igazából ezért úgy döntöttünk, hogy az egész alkotó csapat kap ezért egy külön díjat, mivel nagyon sok téren nagyon jó, kimagasló minőségű munkát végeztek, úgyhogy ezért köszönjük ezt az előadást, és ezért adtuk ezt a díjat. Köszönjük, hogy megosztottad ezt a nézőkkel, és igen, hozzátartozik az igazsághoz, hogyha nem is vitatkoztunk, de jókat beszélgettünk arról, hogy melyik díjat ki, és esetleg miért nyerje, és számos előadás elhangzott, amelyről most itt nem beszélünk. Konszenzussal döntöttünk, tehát mindenki nyugodtan ment haza, legalábbis azt hiszem, miután kimondtuk néhány zsűri beszélgetést követően, hogy melyik kategóriát kinyerte, de kétségtelen tény, hogy annál jóval több előadás jött szóba, érdemileg szóba, mint amit ma így az 5 kategóriában elhangzott. Azonban a ma estének nem itt van a vége, ugyanis a közönség is szavazott, mindkét kategóriában lezárult a közönség szavazás, kollégáim ezt összesítették, és megkérem Radnóti Zsuzsát, hogy jelentse be, hogy melyik előadás nyerte próza kategóriában az LCS Fesztivál közönségdíját. Hát az Örkény Színháznak a Kiváló Dolgozók című előadása nyerte. Emberek, akik nélkül nem működne a világ. Végig kísérik életünket születésünktől a halálunkig, mégis alig tudunk róluk valamit. Gyermek és idős gondozók, egészségügyi szakemberek, szociális munkások, otthonápoló édesanyák. Munkájuk létfontosságú. Mégsem becsüljük őket eléggé. Ki gondoskodik arról, aki nem tud saját magáról? És a zsűri helyett a közönség értékelt még egy előadást, a prózai kategória után, a gyermek és ifjúsági kategóriában a közönség díjat nyerte, Anna.
a Kolibri Színház előadása, melynek címe Emma csöndje. Bár a közönség estig még nézheti az Essence Festival előadásait, ezzel az eredményhirdetés lezárult, hiszen a zsűri elmondta, hogy kinek is adta oda 5 kategóriában a díjat, a 4 eredetileg meghirdetettben, illetve az egy külön díjat. Ismertettük a 4 helyet, most már csak a 2 kategóriában a közönség díjakat is. Magára a díjkiosztóra egy későbbi időpontban kerül sor, ezt megfelelő módon közé fogjuk tenni, illetve a díjazottakat erről értesíteni fogjuk, úgyhogy nekem nem maradt más hátra, mint feladatom ma este, mint hogy az Alapítvány a Magyar Színházakért, a zsűri és az elszínházas kollégáim nevében megköszönjem megtisztelő figyelmüket, és igazán bízom abban, hogy az Elszínház Fesztivál egy értékteremtő, hosszú utazás első etapja volt csupán. Bárhogy is, holnaptól kezdve az Elszínház visszaáll a szokásos ügymenetére, így rengeteg érdekes és izgalmas előadással várjuk a nézőket az ősztél folyamán, mi már látjuk, hogy milyen streamek lesznek. Mindemellett mégis mindenkit bíztatunk arra, hogy online tér ide vagy oda, tessék elmenni a színházba, mert a nézőtérről, a színészek mellől igazán izgalmas élvezni az előadásokat, hiszen ahogy maga Nádas Péter fogalmazott még 1983-ban a Nézőtér című könyvében, a színház az egyetlen igazán közösségi művészet, a rituális összelélegzés művészete. Péter szavaival búcsúzunk, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!